Milyen okok vezettek az osztrák-magyar monarchia katonai összeomlásához az első világháború végén? Milyen új kutatási eredmények vannak a Tanács köztársasággal kapcsolatban? És vajon törvényszerű volt-e a trianoni békediktátum? Ahogy haladunk be a háborúba, 1914 az egy sokként éri a hadipart és a hátországot, és nincs felkészülve erre, főleg a lőszergyártással, ami iszonyatos energiákat vesz el. Azután 1915-16-ban kezd normalizálódni a helyzet, már amennyire egy hadigazdaság tud normalizálódni. 1916 vége, 17 elejére eléri a hátország teljesítőképessége a csúcspontját, és ez nagyon érdekes, és talán a katonai összeomlása is nagyon jelentős hatással van, hiszen a hátország kimerülése az egyik oka a katonai összeomlásnak is. A hátország kimerülése az természetesen nem csak a hadipara vonatkozik, hanem az energia, tehát a humán erőforrás kimerülésére is ugyanúgy, illetve a nyersanyagkészletek elfogyására is, hiszen nehéz már ekkor hozzájutni ahhoz a nyersanyag mennyiséghez. A széntermelés válságba kerül, ugye nincs, aki elfogynak a katonák, elfogynak a bányászok, hiszen a bányából is jobbára a nem mentesített munkásokat kiviszik a frontra, főleg a háború elején, de később is. Ez a humán erőforrás, ez hiányzik a haderőből, és hiányzik a hátországból. A hátországnak is borzasztóan elege van már a háborúból, hiszen a hátország is nélkülöz. Igaz, hogy mondjuk Erdély bizonyos részeit, illetve a Felvidék bizonyos részeit kivéve nem játszódnak hadi események az országban, de ettől függetlenül ugye majdhogy nem közvetlenül érik a kimerülés hatásai a hátországot. Ez nagyon fontos, hiszen így 1917 közepétől 1917 végére, főleg 1918-ba a hátország is olyan állapotba kerül, mint a haderő. Tehát óriási veszteségei vannak. Nyilván nem elsődlegesen humán erőforrásban, nem a kimerülés tekintve. Tehát 1918 egy olyan helyzet alakul ki, amely mind a fronton, az arcvonalban harcolók, mint pedig a hátországban lévő ipari munkások, mezőgazdaságban dolgozók, vagy akár csak a családtagokat említem, egy mélységes kimerülés állapotába kerül. Különböző bőrszínű gyarmati haderő érkezik meg Európába. Mondhatjuk azt talán, hogy az elszántságban egy kicsit újat hozó erők változtatnak a képen, és ezek az új katonáknak mondjuk őket olyan szempontból, hogy idegen területen harcolnak, hiszen Európában még soha nem járt erőkről van szó, komoly hatást gyakorolnak itt a végjátékra. És ennek a végjátéknak nem véletlenül mondhatjuk azt, hogy végjáték, hiszen el kell jutni egy olyan szintre aztán a központi hatalmaknál is, hogy a vezetés, mint pedig az ellátási rendszerek kezdenek szépen lesüllyedni, visszasüllyedni, és 1918. októberében már nagyon érezhető, hogy itt utolsó napjait éli át a monarchia is a központi hatalmakon belül, és nem véletlen az, hogy az olasz nyomás, amelyikről itt beszéltünk, hogy az olaszokat végül is itt Caporettónál a szerencse menti meg. 1918 őszén indítanak egy olyan támadást, amely ellen már nem tud a monarchia, tehát az égnyugati frontról van szó, komoly erőfeszítést kifejteni, ezt megállítani, és megtörténik az, amit az olaszok életében talán soha nem történt meg, hogy át tudják törni a frontot, és egy 40 kilométeres mélységet ki tudnak szakítani az osztrák-magyar haderő harcrendjé belül. Szép tudják vágni ezt a haderőt, és azt lehet mondani, hogy hadműveleti mélységig kijutnak, és ez úgy gondolom, hogy már döntő jelentőséggel bír a vezetésnek, mint pedig az ellátási rendszereknek a biztosítása szempontjából is. A kapitulációban aztán teljes volt az egyetértés, vagy van, aki még vitte volna tovább a háborút? Itt ebben a szituációban nem lehetett más tenni nyilvánvaló, tehát egy ilyen hadműveleti áttörés után, amikor a csapatok a végkimerülés határán vannak, és bizonyos nemzetiségek már szeretnék elfelejteni a háborút, és a bizonyos nemzetiségeknek, illetve bizonyos csapategységeknek az a célja, hogy mielőbb hadifogságba essenek, csak legyen már vége a háborúnak. Itt nem kérdés az, hogy ki az, aki szerette volna esetleg tovább folytatni, vagy ki az, aki nem szerette volna. Amúgy pedig a hadműveleti helyzet sem tette lehetővé ezt követően a folytatást. Az Antant haderők, ahogy itt már említés nyert, friss erőkkel feltöltve, gyakorlatilag korlátlan lőszer és anyagutánpótlással ezt az első vonalban éreztették is. Tehát itt azt mondják, hogy a monarchia
katonája, a magyar baka is tudta, hogy itt nincs tovább, és átgondolva az egész háború addig a menetét, senki nem szerette volna ezt tovább folytatni. Belső politikai okok, amelyek Magyarországon belül történnek? Valószínűleg ezek is nagy szerepet játszanak abban, hogy a háború folytatásához való, ahhoz szükséges lelkesedés elfogyott a 5. háborús évben. Talán annyit érdemes itt hangsúlyozni, hogy a monarchiának mindegyik nemzete a saját nemzeti céljait a monarchia keretén belül, vagy akár azon kívül keresve harcolt. Mindegyik nemzet azt várta, hogy ha ő hősiesen harcol, kitart, és nem inog meg, akkor valamiféleképpen növelheti az önállóságát, a jogait, a mozgásterét a monarchián belül. De ezek természetesen egymással összeegyeztethetetlen kívánságok és politikai célok voltak. Így például mondjuk a magyarok azért harcoltak, hogy egy nagyobb önállóságot élvezzenek, még a dualista rendszerhez képest is legyen egy teljesen különálló magyar hadsereg például, lehessen a personálunió, tehát gyakorlatilag a teljes jogi különállás függetlenség irányába elmozdulni. Ugyanakkor, ha az uralkodó 1916-tól 4. Károly ezt valóban meg is ígéri a magyaroknak, akkor mit tud mondani a Magyarországon élő nemzetiségeknek, a nem magyar népeknek? Nyilván egy ilyen egyoldalú elköteleződés ezeknek a népeknek a további harckészségét, lelkesedését a nullához közelítette volna. 1917-ben van egy belpolitikai fordulat Magyarországon, 4. Károly az új fiatal uralkodó, megszabadul Tisza Istvántól, a nagy tekintélyű és nagyhatalmú magyar miniszterelnöktől, és az addigi mérsékelt ellenzéket engedi hatalomra, előbb Eszterházy Móricz, majd pedig később Vekerle Sándor a veterán politikus vezetésével alakítanak kormányt, de ezek gyenge kormányok. Elsősorban azért, mert a parlamenti többség kitart Tisza István munkapártja mögött, és így két front között, két tűz között harcol mindegyik kormány. Egyrészt meg kell felelni természetesen az uralkodó kívánságainak, másrészt pedig állandóan egyeztetni kell a programot a parlamenti többséggel, az akkora már eléggé konzervatívá váló Tisza Istvánnal és munkapártjával. És ez a helyzet tulajdonképpen egy kicsit patthelyzetet teremt, ami lehetőséget biztosít az amúgy politikai számarányát tekintve nem túl jelentős baloldali ellenzéknek, parlamenti, illetve parlamenten kívüli ellenzéknek, hogy a nagyon markáns békét követelő, illetve demokratizálást követelő programját, mint egy valós alternatívát tudja felmutatni. 1918. október közepén az uralkodó, 4. Károly, illetve osztrák császárként 1. Károly azt gondolja, hogy itt az egyes nemzetek további harckészségét már csak alapvető belső reformokkal lehet biztosítani, és ezért kibocsát egy olyan uralkodói császári manifestumot, egy nyilatkozatot, ami megígéri, hogy Ausztria nemzetiségei a maguk letelepedési területén, tehát mondjuk így a saját etnikai határaikon belül egy nemzeti tanácsot alakíthatnak, sőt alakítsanak, ezt kvázi előírja nekik, és ott ezeken a területeken ez a nemzeti tanács fogja kézbe venni a dolgok irányítását. Természetesen ebből nem következik az, hogy a hadsereget is 12 darabra fogják szétszedni, de ez egy hatalmas lendületet ad a monarchián belüli nemzeti mozgalmaknak, és valóban, ahogy itt elhangzott, a csehek vagy más nemzetiségek innentől kezdve már nem akarnak harcolni. Megkapták azt, amit akartak, egyszerűen a háború számukra már értelmetlenné válik. Magyarországon ezzel párhuzamosan pedig az zajlik le, hogy az emlegetett baloldali ellenzék, amely alapvetően három csoportosulásból áll, az egyik a Károlyi Mihály által vezetett 48-as függetlenségi párt, egy kicsi radikális parlamenti ellenzéki töredék, a szociáldemokrata párt, amelynek hatalmas szervezet, szakszervezetekre támaszkodó munkás tömegek állnak a háta mögött, de parlamenti képviselete nincsen, illetve egy nagyon szűk, de igen képzett értelmiségi réteg támogatására támaszkodó úgynevezett polgári radikális párt, vagy polgári radikális csoport, egy baloldali demokratikus kisebb töredék. Ezek együttesen megalakítják a maguk magyar nemzeti tanácsát, és egy kvázi ellenkormányként lépnek föl a gyenge, hezitáló és az új helyzetben igazából a kiutat nem találó Vekerle kormánnyal szemben. Tisza Istvánnak az előző korszak, az előző évtizedek erős emberének a helyzete, a szerepe ebben a teljesen felfordult világban nagyon sajátos. Igazából ő sem tud alternatívát mondani, hiszen nincs is magyar belpolitikai szempontból kiút ebből a helyzetből. Később mondták azt, hogy vagy
egy nagyon kemény katonai diktatúrával le lehetett, vagy le kellett volna törni ezeket a baloldali lázongásokat, de valószínűleg ez még nagyobb káoszt és sokkal nagyobb vérvesztességet jelentett volna. A másik megoldás pedig, amit végül választanak, hogy átadják a hatalmat ennek a baloldali demokratikus ellenkormánynak, a Magyar Nemzeti Tanácsnak, és így a folyamat végén törvényesen Károly Mihály nyeri el negyedik Károly beleegyezésével a miniszterelnöki pozíciót. Ez forradalomnak, őszi rózsás forradalomnak, korábbi megfogalmazása polgári demokratikus forradalomnak is mondható történelmi esemény október legutolsó napjaiban, illetve vidéken november elején, de mégis törvényes, tehát az uralkodó belátja azt hosszú napok tárgyalásai után, hogy nem tudja a régi politikai elit, a régi hatalmi elit embereiből megalakítani azt a stabil kormányt, ami tovább viszi az ügyeket, és átadja a hatalmat ennek a baloldali ellenzéknek. Károly Mihály miniszterelnök lesz, és az első dolga az, hogy megtagadja az esküt a királynak, és azért teszi mindezt, hogy megmutassa, hogy ő egy egészen új Magyarországot képvisel, ő egy antant barát Magyarországot képvisel, amelynek a béke a legfőbb politikai programja, és abban reménykedik, hogy ez a nagy fordulat, ez a nyugati győztesek számára egy szövetségest, egy új partnert fog jelenteni, és Magyarország nem a legyőzött, megcsonkítandó, eltaposandó kis ellenséges ország lesz, hanem egy új rendezésben a stabil, antantbarát, szövetséges lehetőségét kívánja fölkínálni nagyfokú naivitással. Tisza volt a bűnbak egy kicsit ebben az időben? Tiszát abból a szempontból könnyű volt bűnbakká tenni, hogy ő volt a legmarkánsabb politikus a világháború alatti Magyarországon, sőt, mondhatjuk az egész monarchiának, ő volt a leghatározottabb, legmarkánsabb embere, erős embere, akár így is fogalmazhatunk, és ezért, miután ő egy ilyen törhetetlen, a háborús kitartása, a szenvedések, a nélkülözések elviselését sugalló pószt öltött magára, ezért őt sokan annak a politikusnak gondolták, hitték, aki miatt van a háború. Ő volt a miniszterelnök a háború kirobbanásakor, nyilván az nem volt ismert, hogy ő kezdetben két héten keresztül ellenezte a Szerbiával való leszámolás gondolatát, és ezért a háborús szenvedésekért ő rajta elkövetett merénylettel lehetett, mint egy bosszút állni. Ezért is történt az, hogy 1918. október 31-én, ezen a bizonyos őszi rózsás forradalom napján, tulajdonképpen az egyetlen komoly áldozata ennek a hatalom átvételnek pont ő volt. Milyen állapotban volt a Magyar Királyság hadserege ezekben a hónapokban? Nem minden alakulat jön haza egyforma minőségben és egyforma hozzáállással. Vannak olyan katonai szervezetek, például a budapesti első tüzérosztály, amely teljes fegyverzettel, majdnem úgy, ahogy kiment a frontra, hazahozza a fegyvereit, és itt átadja természetesen a részére kijelölt alakulatok számára. Vannak olyan katonák, akik fegyver nélkül jönnek haza, már félig, meddig talán civilben is, félig katonai felszerelésben. Tehát nagyon vegyes ez a kép. Egy biztos, hogy a legnagyobb probléma ezeknek a katonatöbeknek a kezelése, ezeknek a katonáknak a leszerelése. Hiszen ahogyan ezeket a katonákat annak idején felszerelték, ennek visszafelé is ugyanúgy kellett volna működnie. Tehát a katonáknak le kell adni a fegyverét, a felszerelését. Most a probléma gyökere az a honvédség szempontjából, hogy itt százezrekről van szó, és a százezreket bizony hetek, hónapok alatt kívánták leszerelni. Ez nyilván egy kaotikus állapotot is kialakított természetesen. Ehhez hozzájön az, hogy a katonák egy része ugye a Magyar Királyság területéről bevonultak kb. 8000 fő, aki hadifogságba esett a háború folyamán, és a háború végén is jó részt hadifogságban van. Most ez orosz fogságban, akár Szibériára is vonatkozhatott, tehát hiszonyatos távolságokban, Távol-Keleten, vagy nyugati hadifogságban, vagy olasz hadifogságban. Ezeket a katonákat is valahogy haza kell hozni. Ez is egy probléma halmaz. Azt látják a hazajövő katonák, és ez mentálisan is nyilván egy sok, hogy addig, amíg rájuk szükség volt az elmúlt évek során, és ők a hazájukat védték az arcvonalban, keleten, délen, vagy akár a balkáni fronton, azt látják, hogy szükségtelenné váltak. Hazajöttek, és nem, hogy lelkesedés nem fogadja őket, vagy köszönet nem éri őket, hanem egy fölösleges embertömeg, akivel nem tudnak mit kezdeni. Nem beszélve arról a hatalmas beteg és rokkant tömegről, amit magukkal hoznak, vagy eleve itt vannak a hátországi kórházakban. Hiszen a hátországi kórházakban ebben az időszakban több tízezer
sebesült és rehabilitáció alatt, vagy arra váró katona van. Itt a politikai vezetés kezében van, hogy éljen a jogosítványaival, a hatalmával, csak hát olyan óriási feladatok vannak előtte, hogy ezzel nem képes megbirkózni, és talán még egy nagyon fontos szempontot érdemes itt idehozni, és ez pedig a nélkülözéseknek, az élelmiszerhiánynak, a nyersanyaghiánynak a továbbra is fennálló, egyre súlyosabb jelensége, hiszen ne felejtsük el, hogy az az antant blokád, ami a háború kezdetétől fogva egyre jobban és jobban megnehezítette a központi hatalmak és ezen belül a monarchia, illetve Magyarország életlehetőségeit, az továbbra is fennáll. Tehát az az állami elosztás, ami a háborús években jó-rosszul működött, az egy kaotikus helyzetben teljesen szétbomolhat, már csak ezért ilyen biztonsági szempontból is el kell venni a katonától a fegyvert, hiszen egy megbízhatatlan, lázongó, elégedetlen és persze érthetően elégedetlen katonatömeg, fegyveres embertömeg teljesen szétvetheti az országot. Ezt mindenképpen meg kell előzni. Az ország belső viszonyainak a pacifikálásához a kormány úgy gondolja, hogy a fegyvert ki kell venni a katonák kezéből. A tragédia itt az, hogy ez ugyanaz az időszak, amikor viszont az országot meg kellene védeni a románokkal, szerbekkel, csehekkel szemben, és ezt a kettőt egyszerre nem tudják megoldani. Hogyan próbálják mégis? Megkezdik egy új haderőnek a szervezését. Ugye ez a tanácskormány időszakában 1919. március 21-én megtörténik egy vörös hatalomátvétel, amely egyrészt a saját legitimációja miatt is, másrészt pedig az ország védelme miatt is, vagy bizonyos területek esetleges visszafoglalása véget is, létrehoz egy új haderőt, ami vörös hadsereg néven kerül be a történelembe, amelynek nagyon komoly fegyverténjei vannak, ugye a tanácsköztársaság időszakában, az alatt a néhány hónap alatt, ahogy akkor, vagy későbbi, főleg a II. Világháború után nyilván, dicsősége 133 napnak emlegettek, ugye ennek volt egy hadereje, amely haderőben nagyon jó képzett, hiszen az osztrák-magyar monarchia haderejéből, vagy a Magyar Királyi Honvédség haderejéből átvett tisztek működtek, illetve a tisztek dolgozták ki ezeket a hadműveleti terveket, ha csak mást nem említek, ugye Stromfeld Aurél, aki egy nagyon jó képzett katona, gyakorlatilag vezeti ezt a haderőt. Tehát ezt a vörös hadsereget egyrészt politikai szempontból lehet nézni, hiszen politizált a hadsereg, annál is inkább, mert teljesen más struktúrában alkalmazzák, hiszen itt Magyarországon még nem láttak ilyet azelőtt sem, meg azután sem, hogy bizonyos parancsnoki szintet a katonák maguk választhattak meg, azokat a személyeket, akik parancsnoki beosztásba kerültek. Egyfajta áldemokráciával a haderőn belül a katonák választhattak meg bizonyos olyan szinteket, tehát nyilván nem vonatkozott ez magasabb szintekre. A rendfokozati jelzéseket, tehát külalakban is próbálták politizáltan átpolitizálni a hadsereget, és úgy megnyilvánulni, illetve olyan külső jegyeket is adni, ami az akkori hatalom elvárt tulajdonképpen tőle, de ha másrésztről nézzük, katonai szempontból bizonyos hadműveletek során egyrészt folyamatosan látják el őket fegyverrel, tehát folyamatosan egyre nagyobb a vörös hadsereg szám szakilag is, illetve a létszámát illetően, másrészt már nagyon komoly fegyvertényeket is végrehajtanak, amely az északi hadjáratban, a felvidéki hadjáratban bizonyos területek visszafoglalását jelenti, és legalább van olyan haderő, amely a magyar érdekeket valamilyen szinten, nyilván az Antant által korlátok között, illetve hát később azáltal megiszüntetett mértékben tudja végezni. A lakosság hogy fogadja mindezeket egy ilyen 4-5 éves háborús periódus után? Akik a vörös hadseregbe katonák lesznek, azok honvédelmi feladatot látnak el, és most itthon vannak, és most a határokat fogják védeni. Védik a csehektől és védik a románoktól. Tehát ez egy egészen más szisztéma, mint hogy az ország határtól messze védem a hazát. Ez most teljesen konkrét, és a sajátomat védem, hiszen a románok már a Tiszánál vannak, a csehekben vannak, Miskolcon, benn vannak, Salgótarjánban. Olyan helyzet alakul ki, amikor ez a mozgósítás időzőjelben 24-ig, ugye már is rendelnek, tényleg arról szól, hogy meg kell védeni a hazát, és meg kell védeni az országot. Így aztán ezek a katonák idézőben mindent megkapnak a lakosságtól, erkölcsi támogatást, lehetőség szerint anyagi támogatást is, amit természetesen lehet biztosítani. Nagyon fontos ez hírekbe, információkba, de ellátási dolgokba és kisebb ellátási dolgokat is meg tudják ezeket a dolgokat oldani. Érdekes ez, hiszen nem mindenki azért lép be ebbe a hadseregbe, mert lobognak az ászok, erre van egy nagyon kedves idézet, mindig is el szoktam mondani valahol, hogy Stromfeld Aurél mondja, akkor, aki
Gödöllői főparancsnokságnak a vezérkari főnöke lesz akkor, hogy nekem teljesen mindegy, hogy milyen zászló lobog a fejem fölött, most piros-fehér vagy piros, én katona vagyok, nekem ezt az országot meg kell védeni, aztán majd jön a politika és csináljon azt, amit akar. Miközben a tanácskormánynak a politikai szándéka abszolút internacionalista, a proletár nemzetköziség jegyében valamiféle távlatos világállam és az oroszokkal való egyesülés álma az, ami őket mozgatja. A hadseregbe, a vörös hadseregbe belépő egyes katonákat és különösen a tiszteket egyáltalán nem érdekli ez a szintű politizálás, hanem a saját szűkebb vagy tágabb hazáját, szülőföldjét kívánják megvédeni az idegen támadókkal szemben. És ez magyarázza minden bizonnyal ezeket a valóban jelentős hadisikereket, amelyek akkor is igen jelentősek, hogyha hozzátehetjük, hogy itt azért nyilván nem francia vagy brit fő erőkkel, komolyan felfegyverzett antant hadseregekkel szemben, hanem az egyszer már legyőzött románokkal, illetve a szinte semmiből megszervezett cseh légiókkal szemben érik el ezeket az eredményeket a vörös hadsereg katonái, de mégis ez egy új katonai, és ennek következtében egy új politikai helyzetet teremt 1919 nyarán, különösen az északi, a felvidéki hadjárat, hogy az antant párizsi békekonferenciája újra tárgyalja a Kárpát-medence helyzetét, és foglalkoznia kell a magyar helyzettel. Egyáltalán meg kell nézni, hogy akkor most mi legyen itt a magyar határok kérdése, hogy legyenek itt az erőviszonyok. Az más kérdés, hogy ugye az 1919. júliusában a tanácskormány úgy dönt, hogy visszavonja a csapatokat a felszabadított északi területekről, és azt már egy rosszul előkészített románok elleni tiszai támadás követően egy összeomlás követi, és még nagyobb káoszba süllyed az ország, de az biztos, hogy ez a pillanatnyi, vagy hát nem túl hosszú időn át tartó sikersorozat a csehekkel szemben, ez ismét ad egy lehetőséget arra, hogy a magyar kormány egy kicsit beleszóljon az ország jövőjébe, még akkor is, hogyha ez a magyar kormány nevében éppen hogy nem magyar, hanem nemzetközi abban a pillanatban. Éppen az eredményesség fogja megint a magyarokra ráirányítani a figyelmet, és nagyon fontos nagy politikai, európai politikai feladat lesz ezt a vörös szégyenfoltot innen Európa közepéből minél előbb eltüntetni. Tehát itt megint van egy ilyen ellentmondás, hogy minél sikeresebb, annál jobban megvannak számlálva a napjai. Szépen lassan belülről is korrodálódott ez a rendszer? Persze, hát nyilván voltak mindenféle a tanácshatalommal szembeni felkelések, lázadások, fehér forradalmak, és a társadalomnak elég különböző rétegeiben felütötte a fejét az elégedetlenség. Nyilván a régi elithez tartozó középosztály, akiket mint burzsákat kifejezetten hátrányos helyzetbe hozott ez az új rendszer, ez a vörös hatalom. Másrészt a parasztság jelentős részét is, hiszen ők első körben azt élvezhették, idézőjelben mondom, hogy elvitték, rekvirálták az ő megmaradt javaikat. Második körben távlatosan pedig azt kapták, hogy szövetkezeteket, illetve esetleg állami gazdaságokat, tehát egy szocialista mezőgazdaságot tűztek ki távlatos célnak. Na már most annak a parasztnak, aki éppen most kapott földet, vagy most akart volna földet kapni, az igazából nem volt egy nagyon vonzó jövő, hogy eddig a grófé volt a fő, most meg az államé lesz, én mindig rosszul járok, miért harcoljak én ezekért a városi vörös munkásokért, nekem ez az egész nem tetszik. Tehát a Duna mentén, a Dunántúlon, a vasutasok sztrájkjánál, vagy Budapesten júniusban a Ludovika Akadémia növendékei körében vannak adott esetben fegyveres ellenállásig fajuló zendülések a tanácshatalommal szemben, de ezeket mindig le tudják verni, hiszen ez egy diktatúra, a proletariátus diktatúrája, ugye ez a hivatalos ideológia is, és egész egyszerűen Samueli Tibor vagy mások nagyon keményen, véresen megtorolják ezeket a lázadásokat. Ez meghosszabbítja belső szempontból a tanácshatalomnak az uralmát, és végeredményben a románokkal való összecsapás július végén fogja okozni azt az új katonai helyzetet, ami miután nem tudnak átkelni a Tiszán, nem tudják megötni ott a lábukat, sőt, az a támadás azért mégiscsak azt hiszem összeomlik, és ezért 1919. augusztus 1-én a tanácshatalom lemond, érezve azt, hogy a románok átkeltek a Tiszán, nem igazán látnak olyan fegyveres erőt, ami meg tudná állítani őket Budapest előtt, és inkább átadják a hatalmat egy mérsékeltebb szocialista kormánynak. Ugye Budapest is román megszállás alá kerül,
és a románok egyáltalán nem érzékenyek ebben a kategóriában, mindent elvisznek, ami mozdítható. Itt a vasúti gördülő anyagtól kezdve, ami vagonok százait és ezerét jelenti, a mozdonyok százait háborús jóvátételre, ami egyébként, hiszen a békeszerzés előtt vagyunk, ez egy jogi nonsensz is, tehát háborús jóvátételre hivatkozva mindent elszállítanak. A gyárak kirabásán túl azért tesznek arról, hogy a kulturális javakba is belenyúljanak. Talán érdemes megemlíteni ugye a Nemzeti Múzeum esetét, ahol az akkor már egy bizottság, egy nemzetközi katonai bizottság létezik Magyarországon, Budapesten is, és annak az amerikai vezetője, ugye Harry Hill Bentholz tábornok akadályozza meg személyesen, hogy a románok a Nemzeti Múzeum műkincsének jelentős részét elrabolják. Tehát erre is gondolni kell ebben a kaotikus helyzetben, nyilván ilyen hangzatok is vannak, tehát a nemzeti kincs, a nemzeti vagyon jelentős részét nem elég, hogy a háborúba tönkre ment, nem elég, hogy a tanácsköztársaság kimerítette az anyagi készleteket, hanem a románok is voltak szívesek elrabolni az ország jelentős hadipari, ipari, gazdasági és műkincs részeit. Egy elvesztett háborút egy rossz béke fog követni, ez törvényszerű, nem nagyon van erre ellenpélda a történelem egészét végig tekintve. Az azonban, hogy pontosan ilyen béke lett, hogy ennyire tragikus és minden részletre kiterjedően elviselhetetlen feltételeket tartalmazó békeszerződés született 1920. június 4-én, az már sok egyéb szempontnak az összességéből fakad, azt hiszem. Így például, ami talán a leglátványosabb és a legtöbb embert foglalkoztató kérdés, hogy ennyire elviselhetetlen és tragikus határok születtek, hogy tudnélik több millió magyar ember, magyar identitású ember került Magyarország határain kívülre, ami a leginkább fájó és mind a mai napig meghatározó és az egész kérdést állandóan újra és újra napirendre hozó problémájának, az első világháborút lezáró békeszerződésnek. Abban talán már volt a világháború utolsó pár hetének, hónapjának, illetve az azt követő forradalmi, kaotikus néhány évnek is komoly szerepe. Más országok, más vesztes országok ennél jobban jöttek ki ebből a helyzetből, ebből az elvesztett háborúból. Nekünk itt talán sikerült a lehető legrosszabbul járnunk. Itt a területi veszteségek, illetve a lakosságvesztés mellett nagyon jelentős katonai korlátozásokat tesznek be a rendszerbe, és ez mindez azért van nyilván, hogy a magyar hadsereg, az újjászerveződő magyar hadsereg ne legyen alkalmas semmi másra, csak a belső rend védelmére. Ezt egyébként deklarálják is. Tehát az, hogy 35 ezer főben limitálják a hadsereg felső létszámát, az, hogy kényszersorozást, tehát magát a sorozást nem teszik lehetővé, csak önkéntes haderő létét teszik lehetővé, azt, hogy a tiszteknek egymást követő 20 évig kell szolgálnia. A szerződéses katonáknak, most azt mondanánk, a szerződéses katonáknak, akik egyébként tehát nyilván zsoldba lépnek, szerződést kötnek a hadsereggel, egymást követő 12 évet kell szolgálniuk. Ez mind azt teszik, vagy azt a víziót festik föl, hogy igazából ne legyen olyan fluktuáció, ami tartalékerőt tudna képezni. Tehát ne legyen kiképzett tartalékos állomány sem, illetve ha lesz, akkor az nagyon-nagyon lassan képződjön és alakuljon ki. Természetesen fegyverkorlátozásokat is hoznak, tehát itt nem lehet szabadon raktározni, nem lehet szabadon töménytelen mennyiségű fegyvert betenni a raktárokba, de egyszer csak majd, hogyha a haderőt újra fel lehet fejleszteni közép-európai szintre, akkor legyen hozzá fegyveres sem engedélyezik. Azt kell látni ebben az időben, hogy 35 ezer főben, ahogy említettem, limitálják a hadsereg létszámát. 1920-as évek közepén a körülöttünk lévő kisantant országokban 152-100 ezer fő között mozognak a hadsereg létszámok. Tehát ez a haderő képtelen arra, hogy megvédje az országot, és képtelen arra is, hogy esetleges revíziós törekvéseknek katonai erővel tudjon hátteret adni.